azt gondolom, hogy aki csukott szemmel meghallgatja a hangomat, választ fog kapni, hogy kitokod Ilona. Mert a hangból a jellemet is nagyon-nagyon meg lehet állapítani. Én teljes izgalomba jöttem meglátni ezt a csodát. Ugye ez a gyerekkoromban, ez egy tó volt. És ott volt nekem, most is ott lehet látni, az a kis domb, az az én hegyem. Tehát volt itt a kert végében, az iskola kert végében egy tó és egy hegy. És hát itt volt minden. Hát kellett itt más. Ezt hallottam állandóan. Tudat alatt én gyerekkorom óta készülök erre a pályára. Még nem is tudtam beszélni, és már egy ilyen kis tercet énekelgettem, és azzal altattam el magamat. És orról tudták, hogy elaludtam, mert egyszer csak nem volt már kis terc. Na, gyere. Így. Hát ez volt az osztályterem, amit én nagyon szerettem. Egyrészt, mert ugye édesanyám is itt tanított, és az édesapám a néptanító. És nagyon-nagyon szerették őket a gyerekek, meg a szülők is. Nem az a padozat van, amit még a mamám olajozott kőolajjal, ugye? Kőolajjal beöntöttél, úgy kellett takarítani, fertőtleníteni. Viszont az ablakok is, még a színük is ugyanaz. Én egy aranybölcsőben nőttem föl. Az arany az a szeretet. Tehát én egy olyan közegből jövök, a tápikutosi iskolából. Az édesapám, az édesanyám, a nagymamám, és hát az osztálytársaimnak a szeretetéből, meg hát a természet, meg hát a kis háziállatoknak a szeretetéből, ami biztos vagyok benne, hogy hozzájárult ahhoz, hogy én a világhírig eljutottam. A kis Orion rádiómat hurcolva, játszva tanultam az operákat, operetteket. Miközben az édesanyám, édesapám természetesen azt szerették volna, hogy pedagógus legyek, úgy, mint ahogy az édesapám. Elég sok fellépésem volt így iskolai ünnepségeken 5 éves koromtól. Úgy készültem föl, mint egy ilyen versenyló, hogy hagyj menjen már. És ez valahol, ez az érzés mindig is megmaradt. Szívesen lettem volna a testvéred ezen a helyen. Jaj, de jó. Ilyen gyerekkort, néhány évvel ezelőtt, amikor megszűnt a tápai komb, azóta nem jártam itt. Tehát éppen 6 éve most számoltuk ki, pedig rendszeresen jöttem erre gerékpározni és vinni vizet. Annak idején a világ vége volt, hogy bejuss Szegedig operába, hogy a biciklire kellett ülnöd, kompot el kellett érni, és kislányként az komoly fizikai munka innen 10-valahány kilométert betekerni, ugye, hogy megnézd a későbbi tanárodat, Berdá Valériát. Egyébként igen. Apukám vett jegyet, és akkor mentünk be operaeladásokra, vagy éppen egy operettet játszottak, és bementünk nyáron, vagy májusban, átmentünk a hidon, vagy éppen a kompon, teljesen mindegy, és jöttünk vissza hold, tehát teli hold, és ő világított végig az utunkon. Hát nem egy áldott dolog, hogy az embernek nem kell bekapcsolni a biciklién a villanyt, akkor nem is volt nekem, hanem egyszerűen a Jóisten küldte pont a teli holdat, amikor még jöttünk haza. Tehát ez valami olyan, nem tudom, olyan áldott dolog volt itt lenni. És ez mindig visszajön ez az érzésem, hogy nem volt könnyű itt hagyni.